Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Ahogy lehet látni, a Ventoy nevű eszközről szeretnék beszélni. Mi is ez? Egy új rendszerindító USB megoldás. Gyakorlatilag az, hogy új, az már nem igaz, mert elég régóta használjuk. De miről van szó? Gyakorlatilag, hogyha te letöltesz egy Linux telepítő rendszert, egy ISO fájlt, egy képfájlt, akkor hogyan kerül az rá az USB-re? Van erre szakosodott program, ráírja. Van egy 16 gigás pendrive-od, és van 2,5 gigás isod. Szépen ráírja, azt fogod észrevenni, hogy az egész pendrive-odat el fogja foglalni ez az eszköz. Azaz, gyakorlatilag egy pendrive-ra egy indító rendszer tudsz, egy telepítő rendszert rárakosgatni. Na hát a Ventoy egy kicsit intelligensebb. A Ventoy telepíted az USB penre, és utána simán másolása, sima másolása, mintha egyik könyvtárból a másik könyvtárba másolnál, a Ventoy pendrive-ra rámásolgatod az összes isót, amit szeretnél kipróbálni, összeset, tehát amennyi ráfér. Gyakorlatilag amennyi ráfér, a darabszámnak, a lehetőségeidnek a pendrive-od mérete fog korlátot szabni, azaz 4-et, 5-öt, akármennyit rá tudsz másolni, mi 2-t fogunk rámásolni, és a fel nem használt, helyet te másra is tudod használni, tehát mondjuk leírásokat, vagy esetleg olyan skripteket rá tudsz rakni, ami a telepítés után neked hasznos lehet, vagy esetleg más programokat is ráraksz, és telepítés után arról a pendrive-ról tudod telepíteni. Azaz ki tudod használni azt, hogy manapság már nagyon olcsó, és nagyon nagy méretű pendrive-jaid vannak, és minden megmaradt helyet másra is tudsz használni. És amiután elkészültél, be tudod dugni a pendrive-ot egy USB csatlakozóba, természetesen újraindítod a gépedet, kiválasztod a pendrive-ot, és azt fogod látni, hogy egy listát fogsz kapni. Egy listát fogsz kapni azokról az ISO fájlokról, azokról a telepítő médiákról, amelyeket rátmásoltál. Azaz egymás után több telepítést is meg tudsz csinálni ugyanarról a pendrive-ról. Szuper egy dolog, igaz? Szuper egy dolog. A telepítése használata nagyon egyszerű. A használata annyi, hogyha rámásoltad, újraindítod a gépedet, és utána a telepítést elindítod, tehát ezzel probléma nem lesz. Hogyan kell telepíteni a Ventoy rendszert? Megkeresed az oldalt, hogy Ventoy.net, és a letöltéshez odamész, és kiválasztod nyilvánvalóan nem a Windows-t, és természetesen nem a Live CD-t. Nem ezt fogod kiválasztani, hanem a Linux Stargazy-t rákattintasz, és ide fogsz ugrani, megkeresed a Linux Stargazy-t, rákattintasz, időnként érdemes felmenni az oldalra, mert frissül, le is töltődött Stargazy, senkinek nem okoz gondot a Stargazy kezelése, én ezt most be is fogom csukni. A következő lépést ki tudod hagyni, gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy érdemes letörölni előtte az összes partíciót az adott USB penről, így teljesen tiszta lesz, nem lesz semmi probléma, nem fog semmivel ütközni. De előtte mindenképp nézd meg, hogy az a pendrive-on mi volt, vannak-e rajta olyan adatok, amire neked szükséged van, mert a következő lépés teljesen nullára lesikálja ezt a pendrive-ot. Én egy eddig is Ventoy rendszerre használt pendrive-ot fogok leformázni, az első körben kiválasztjuk, megnézzük, hogy melyik az, valóban megnézzük, kétszer megnézzük, utána egy törlés, letöröljük ezt a partíciót, az indító partíciót is, és utána kírja, hogy szabad hely, ez a GnomeDisk nevű eszköz, de avval használod, avval formázod le, amivel te szeretnéd, majd létrehozol egy partíciót az egész pendrive-ra, ez nem feltétlenül szükséges, de biztos, ami biztos, én indító, telepítő pendrive-nál úgy döntöttem, hogy teljes egészében a Ventoy rendszernek adom ezt a pendrive-ot, következő, és kötetnév, nem kell törlés, nem x-eljük be, hosszú ideig tartana, és utána tetszőleges rendszerről és eszközzelről való használatfat. Azt állítasz be, amit akarsz, ma a Ventoy úgyis felül fogja bírálni, létrehozás. Nekünk egy a lényeg, hogy lefusson valamilyen formázás, és tiszta legyen a rendszered. Tiszta legyen a rendszered, észrevette a MX Linuxom, hogy bizony most
egy új pendrive került be a kínálatba, megnyitotta, igazából számomra ez jelen pillanatban teljesen fölösleges. Leformáztad? Igen, leformáztad, meggyőződtél róla, hogy valamilyen fájlrendszer van rajta, és utána mehetünk is tovább. A letöltés megtörtént, hiszen az előbb láttátok villámgyorsan lecsorgott, és én 2 darab isofájt választottam ki a tesztelés kedvéért, azért, mert ezt a lemezt, ezt a pendrive-ot én későbbiekben szeretném használni, és nekem az az elvem, hogy legalább 2 telepítő média mindenképp legyen itt a közelemben, mert hogyha bármi van, egy élőrendszert legalább el tudjak indítani, a levelezéseimet meg tudjam nézni, azokat a dolgokat meg tudjam nézni, amire szükség van. Véletlenül lepusztulna a Linuxom, még nem történt ilyen, egyszer-kétszer volt olyan, hogy valami kis, kevéske kis probléma volt az indítása, de biztos, ami biztos, legalább 2 legyen. Na hát az egyiket most elkészítjük, amelyiken lesz egy Mabox. Éppen egy Manjaro Openboxos rendszert próbálgatok, nagyon tetszik, biztos, ami biztos legyen egy friss telepíthető médiám, illetve legyen a legfrissebb MX Linuxom, amit nagyon bejáratottam, amit nagyon megszerettem, és nagyon jónak tartok arra, hogy egy stabil rendszer gyorsan feldobjon az ember. Oké, ez lesz a pendrive-on, de hát a pendrive-val valamit kezdeni kéne, hogy legalább valami Ventoy-szerűség kerüljön rá. A letöltött Ventoy-ra rákattintunk, ez egy Targézé. Ez egy csomag, amit ki kell bontani, rendszertől, fájkezelőtől, kettől függően olyan programmal bontott ki, akár terminálban is, ami neked tetszik. Hát mivel nekem MX Linux van fönt, és a fájkezelője ő, hát bizony itt ezzel fogom elvégezni, rákattintok, és archívum kezelő, szép neve van, kibontja egy képernyőre, hogy mi van benne, gyakorlatilag semmivel nem fogunk foglalkozni, ki fogjuk bontani. Azt mondja, hogy kibontás, és hova szeretném kibontani, a letöltések mappába, teljesen mindegy, hova bontott ki, villámgyorsan kidobálja. A fájlokat odaadva kell, azt mondtuk, hogy a letöltésekhez bontottuk ki, megkeressük Ventoy 1.0.81. Nagyon jó. Egy csomó fájl van ebbe a könyvtárba. Semmivel nem kell foglalkozni, semmihez nem kell nyúlni. Ha neked X86-os géped van, nyilvánvalóan, és 64 bites, akkor megkeresed az erre rendelt scriptet, erre rendelt felületet. Ha 386-osod van, ez, ha másfajta van, akkor megnézed, hogy van-e ahhoz GUI, azaz grafikus felület. Hát bizony, nekem ilyenem van, kiválasztom, ezek közül választhatsz, oké? Okay? Tehát nem kell semmi pánik, tudod, hogy melyik a géped, értelemszerűen 99% hogy őrá kell kattintani, futtatod. Végrehajtás. Mivel, hogy itt egér kattintással végrehajtani tudom, én nem fogom terminálba beírogatni a nevét és úgy végrehajtani, akárhogy elindítod ezt az eszközt, végrehajtás, és bekéri a jelszavadat, és megadod, mivel hogy ez rendszergazdai jogokat szeretne, elindul. A következő, a szokásos dolog, beállíthatod a nyelvet felejtős, nem érdekel, hogy milyen nyelven beszél, én igazából beállíthatom azt, hogy hungárián magyar, aztán legyen magyar, teljesen mindegy. Szerintem angol, német, akármilyen nyelven futna esetleg, megtudnánk. 2 dolgot kell nagyon-nagyon-nagyon megnézni. Itt a legördülő menübe kiválaszthatod azt a pendrive-ot, az az USB eszköz, amire te szeretnél telepíteni. Én a Sony-t választottam, ezt formáztam az előbb, hát ez 7,valahány gigabájtos eszköz. Figyelj rá, tönkrevághatod a pendrive-odat, abban a pillanatban, hogyha elkezdődik a telepítés, ott aztán visszaút nincs, azaz 2-szer meg kell nézni. Elég kellemetlen lenne egy 3 gigás külső adatmentésre szolgáló rendszerre rátolni ezt a dolgot, mert bizony kellemetlen dolog, ha egy csomó adatot elveszik, majdnem tele van. Hát lehet, hogy nem érezném jól magam. Oké, rákattintasz, ő észre fogja venni, hogy a csomagban lévő Ventoy, ő ilyen 1.0.81-es, teljesen mindegy, a saját verzióját tudja, és az eszközön lévő Ventoyt fel fogja ismerni. Nézzük meg, hogy valóban felismerje. A 32-es biztonsági mentés
telepítős, egyéb pendrive-on, ez egy elég jó pendrive, legalábbis számomra elég jó, mert állandóan ezen van a biztonsági másolatom, azaz jó és kellemes dolog, és nem fogom elindítani erre. Ha az eszközön is van Ventoy, akkor ő is észre fogja venni, hogy azon az eszközön ilyen Ventoy van telepítve, nyilván frissítés céljából. Ha ő régebbi, tehát az eszközön lévő Ventoy régebbi, akkor ide kírja, hogy lehet frissíteni is. Jó, nekünk most nem az kell, hanem visszamegyek a 8 gigásomra. Ha esetleg attól tartasz, hogy olyan helyre telepítesz, ahova nem kéne egy Ventoy rendszert, akkor húzkod ki a pendrive-odat, az összeset kivéve azt, amire telepíteni akarsz, és akkor nem tévedsz el. De nekem kellemetlen lenne, mert az asztal alatt vannak ezek a USB cuccaim, és azért oda benyúlkálni, csak azért, hogy kihúzzam, hát bizony nem fogok. Azaz, a 8 gigásra fogjuk telepíteni, hát mivel nincs frissítési lehetőség, mert azon aztán semmi nincs. Miért nincs? Mert jól ledaráltam róla mindent, mert biztos, ami biztos, új, szép pendrive-ot használunk. Telepítés. A meghajtó formázva lesz. Természetesen ebből mindenki sejtheti, hogy az előző formázás az csak azért volt, hogy a lelkiismeretemet megnyugtassa, és minden rajta lévő adat elvész. Ezt légy szíves még egyszer elolvasni. És minden rajta lévő adat elvész. Folytatod? Mégse? Vagy oké? Okay. Na hát ez a vízválasztó. Elindítod, szétbarmolja, felülírja, hogy szebben mondjam, a partícióidat, mindent le fog formázni, le fog sikálni erről az eszközről. Okézzuk le, meghajtó formázva lesz. Oké, formázva lesz, és minden rajta lévő adat elvész. Folytatja, második jóváhagyás. Azaz, aki nem veszi észre, hogy itt aztán biztonságosan van megoldva, kétszer le kell okéznia azt, hogy eltüntessen egy pendrive-ról minden adatot, ez a Ventoy rendszer, akkor hát bizony oda kell figyelni, hogy harmadik nem lesz. Erre figyelj, azaz el fog tűnni minden, elindul állapot, és miután lefut ez a csik, azt mondja, hogy gratulálunk, nagyon ügyesek voltunk, eltaláltuk azt a pendrive-ot, amit eltaláltunk, beállítottunk, és kész is van. Utána már a csatolásnál észre fogod venni, hogy lesz egy olyan új lemezed, hogy Venetoy. Ez teljesen üres. Ez teljesen üres. Ő a pendriver, ezt a nevet adja neki. Én elfogadtam, mivel hogy maximum két Ventoy nevű eszköz lesz bedugva. Az egyik a biztonsági másolatos 32 gigásom, a másik pedig a Ventoy, amit most készítettük, teljesen üres. Más teendőnk nincs. Fogjuk a kedvenc módszerünkkel a két darab, vagy amennyit kijelöltél, isofájt rámásoljuk. Ennyi. És kész van. Semmi olyasmi nincs, hogy DD-t kell használni különböző hosszú paraméterezéssel. Semmi olyasmi nincs, hogy neked külön programot kell készíteni, keresni. Az MX Linux-ban is van ilyen, általában vannak ilyen, hát USB íróindító, élőkép író eszközök, de nem kellenek. A Ventoy egy másodperc alatt fölrakta magát, és ezentúl már a két isó rajta is lesz, és meg lesz a szabad helyem, a plusz szabad helyem, hiszen a kettő isó nem lesz 7,2 gigabyte-nyi méretű, és bizony kényelmesen oda még egyéb dolgokat is szeretnék, illetve fogok rakosgatni olyan listákat, ami a telepítéshez kell, olyan egyéb programokat, ami nem a tárolóban van, tehát nagyon-nagyon kényelmesen kihasználom az utolsó picike kis részt is, helyet is azonnal pendrive-on, hát a másolást nem fogjuk végignézni, hiszen az nagyon uncsi dolog, de rámásolás után megnézzük, hogy szabad hely. A két isó után még ott lesz, és oda akármit lehet majd létrehozni. Egy mappát létre fogok hozni, hogy lássátok, hogy nem csak mutatja, hanem létre is lehet hozni valóban a szabad helyen bármit. Miután a másolás lefutott, én megint meg szoktam csinálni, bár egy biztonsági dolog, de általában nekem bevált, hogy megnyitok egy terminált, és beírom, hogy sync, szinkronizál mindent, tehát hogyha véletlenül a memóriába itt-ott lenne valami, ami még nem íródott ki a pendrive-ra, akkor ő leszinkronizálja. Általában ezt nem kell megcsinálni,
Megszokás. Miért? Mert ezen a pendrive-on nincs az a kis villogó LED, ami mutatja, hogy éppen írás alatt van, tehát biztos, ami biztos, az egész állomány 101%-ig kikerüljön a pendrive-ra a másolásra, illetve a szinkronizálásra nagyon figyeljetek, azaz még véletlenül se kapjátok ki a pendrive-ot abban a pillanatban, ahogy lefutott a csík a másolásnál. Miért? Mert esetleg a memóriában, átmeneti tárban, akárhol maradhat egy-két bit, ami még nem íródott ki, mert hát nyilvánvalóan memóriába másol, és utána a pendrive-ra. Jó, ezt mindenki tudja, de hogyha nincs pontosan kiírva az ISO file, akkor látni fogja a Ventoy rendszer, csak nem fog elindulni a telepítés. Kér mindenfajta problémát, és utána keresgélheted. Tehát oda kell figyelni, normálisan tiszta lemezre, tiszta pendrive-ra írunk, a Ventoy-ra odafigyelünk, hogy végezze a munkát, kérje, hogy oké, köszönöm minden, majd a másolás is olyan programmal végezzük el, ami 101%-ig működik, egy szinkronizálást megcsinálunk, nehogy véletlenül valami a memóriába maradjon. Nézzük meg Ventoy. Ő a Ventoy, itt van kiírva a kettő darab. Mi van ideírva? Két fájl van rajta, és van szabad hely. Szabad hely 3 GB. Nagyon szuper, igaz? 3 GB-unk van, amivel akármi mást írogathatunk. Mi a lényeg? Akármit írhatunk, írhatnánk egy harmadik ISO fájlt is rá, másolhatnánk, de azt nem akarjuk. Létrehozok egy könyvtárat, ha nem lenne létrehozható hely, ha nem lenne felhasználható hely, akkor nem lenne lehetőségem ide írni, és oda is van, ott van a teszt, látható, be is tudtam lépni, és mutatja. Azaz, van egy indító pendrive-om kettő darab rendszer telepítésre, illetve élő rendszer nézegetésére, szuper, igaz? Sokkal kényelmesebb, sokkal jobb, mert ezen túl egy ideig, mert időnként újra szoktam formázni, újra rárakni a Ventoyt, hogyha nagyobb verzióváltás van, szóval sokáig, hónapokon keresztül nincs más teendőm, mint hogyha éppen kijön a 21.3-as verzió, vagy a Mabox, ha megmaradt, kijön a következő verzió, vagy éppen a Magyar Árcsnak meg lesz a végleges isója, akkor csak kírom rá. Ezt letörlöm, a régit és az újat rámásom, ugyanúgy, mint egy akármilyen egyéb állományt tudok irogatni. Szuper! Ez a videó csak azért készült, hogy bemutassam a Ventoy rendszer, ez a másolgatos, és van még szabad hely rendszer. Nagyon egyszerű. Nem úgy van, mint régen, hogy csak terminálból lehetett a Ventoyt felrakni, most már ilyen kis grafikus felületen is, különböző architektúrára is fel tudod rakni, és utána nem lesz ezzel semmi, szó szerint vett semmi problémád. A következő lépés, amit mindenképp érdemes megtenni, hogyha kiírtad a 2, 3, 4, akárhány isót, újraindítod a gépet, és mind a 2, 3, 4, akárhány isót megpróbálod. Elindítja a telepítőt, az élő rendszert, eljutsz odáig, hogy az élő rendszer megjelenik, kilépsz, újraindítod a gépet, a következő, a második, harmadik, negyedik, akárhányadik élő rendszert is megnézed, hogy biztos 101%-ig jó legyen a telepítő rendszered, hiszen akármikor lehet a géppel probléma, vagy akárhol beszeretnéd mutatni a Linuxot, a legkényelmesebb az, hogyha egy élő rendszeren, egy pendrive-ról futó rendszeren bemutatod. Hát köszi szépen, hogy meghallgattatok, sziasztok!